Jó napot kívánok! Üdvözlöm a sajtóképviselőit és mindazokat, akik online követik az eseményt. Mély tisztelettel köszöntöm Trócsányi László miniszterurat, házigazdánkat, valamint Berke Barna államtitkár urat, aki tegnap éjjel érkezett vissza egyenesen Brüsszelből. Miniszter úr mondani fog pár szót, pár mondatot, utána amennyiben kérdés van, akkor mind miniszter úr, mind államtitkár úr áll szíves rendelkezésükre. Miniszter úr, tisztelettel fel kérlek, tartsad meg a sajtótájékoztatót. Köszönöm szépen, üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit. Mint közismert, tegnapi nap délutánján, mint hogy a miniszterelnök úr is bejelentette, Magyarország megtámadta az úgynevezett kötelező betelepítési kvóta határozatot. A keresetet Magyarország képviseletében az igazságügyi minisztérium készítette el, és továbbította az Európai Bírósághoz. A tényeláshoz hozzátartozik az is, hogy 2015. november 17-én fogadta el az országgyűlés a Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvótelén fellépésről szóló törvényjavaslatot, amely 2015. november 27-én lépett hatályba. Ezen lépés megtételére a kormányt, tehát arra, hogy keresettel forduljunk az Európai Bírósághoz, az országgyűlés törvényi formában is kötelezte. A törvényt az országgyűlés nagy többséggel fogadta el. A törvény címéből kiderül, hogy az országgyűlés nem csak Magyarország, hanem tartalmában Európa védelmében is kívánja a PER megindítását. Ez azt is jelenti, hogy a kormány és az országgyűlés elhibázottnak tartja a migráció kezelésének az Unió által javasolt formáját. Magyarul sem politikailag, sem jogi értelemben nem fogadható el a kötelező kvóta rendszer engedjék meg, inkább, mint hogy alkotmányok professzora is azt mondjam, hogy unió szinten én már póta hallottam, amikor agrártervelésről volt szó, emissziókereskedelemről, vagy vámtarifarendszerről, tehát amikor az emberekkel kapcsolatosan merül fel egy kérdés, akkor még kvóta rendszerről nem hallottam, ez számomra igazából felveti az emberi méltóságot, vagy akár az embertelenség kérdését is. Tehát kvóta és ember összekötése rosszul is hangzik. A kvóta egyfajta mérnökösködésre is utal, tehát úgy gondoljuk, hogy amikor migrációs kezelésről van szó, akkor nem a mérnökösködés alapján kell a kérdéseket megoldani. Ami pedig a konkrét illető dolgokéseket illeti, figyelembe kellett venni az alaptörvénynek az elcikkét, amely meghatározza, hogy Magyarország által az Európai Unió intézményei útján gyakorolt hatásköröknek a terjedelmét. Azt is meg kellett állapítani nyilvánvalóan, hogy a szubszédes elve a nemzeti parlamentek a hatásköréket miképpen gyakorolhatták, tehát ezeket a szempontokat figyelme kellett vennünk. Precedens értékű perbe kezdünk bele. Az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak most már jogi lépés útján is azt mondtuk, hogy nem tudjuk elfogadni a határozatot. Az ilyen ügyben természetesen kell egy politikai bátorság, elszántság és megfelelő jogi érvrendszer. Az igazsági minisztérium feladata volt, hogy a jogi érvrendszereket gyűjtse össze. Természetesen, amikor jogérveket összegyűjtjük, akkor nagyon sok szempontot kell figyelembe vennünk. Az első gyakorlatilag, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy egy határozat anyagi-jogi és eljárásogi hibával szenved-e. Meg kell vizsgálnunk, hogy a tagállamok megkapták-e a lehetőségüket, hogy véleményes jogukkal éljenek-e. Tehát számos kérdésben kellett vizsgátokat folytatnunk. Azt is tény, hogy konzultációkat is folytattunk más országokkal, a Szlovákiával rendszeres kapcsolatban álltunk, a Szlovák Igazságügyi Minisztériummal. Szlovákia, mint jól tudjuk, egy nappal korábban nyújtotta be a keresetet, és nyilvánvalóan azt is vizsgáltuk, hogy lesz-e olyan ország, aki a jogi évrendszerünket majd megfontolja, és beavatkozik a perbe mellettünk. Reményeink szerint lesz erre alkalom, és lesz olyan ország, amely beavatkozik mellettünk. Nézzük meg akkor a konkrét jogi kérdéseket. A jogi kérdéseket, ugye először is az, hogy az Európai Unió működésről szóló szerződés, meg 78. parancsnok 3-as bekezdése, megtől jogalapnak tekinthető-e a határozat elfogadásakor. Tartalmilag ugyanis álláspontunk szerint egy jogalkotási aktus jött létre, amely egy Európai Uniós rendeletet, a 604 per 2013-as európai rendelettől tart eltéréseket. Tehát álláspontunk szerint a jogszabály nagyon komoly felhatalmazási hibában is, a határozat nagyon komoly felhatalmazási hibában is szenved, tehát nem lehetett volna ezen a jogcíme alapítva elfogadni ezt a határozatot. A másik, amit figyelembe kell vennünk, hogy ha a bíróság netán a jogcímet megfelelőnek is találná, álláspontunk szerint azonban olyan átmeneti intézkedés, amelyik három évig tart, az vagy két-három évig tart pontosabban, az nem megfelelő és nem, nem, tekinthető átmeneti intézkedésnek, mikor a korábban a bíró hat hónapra állapított meg átmeneti intézkedés lehetőséget. Kettő a határozatnak azt kellett volna kimondania, hogy az Európai Unió milyen segítséget tud nyújtani Olaszországnak és Görögországnak, nevezetesen abban, hogy adminisztratív, logisztikai, pénzügyi segítséget, és ez nem segítségnyújtás, hogyha más országokat köteleznek arra, hogy valamit csináljanak, tehát valamilyen lépéseket tegyenek meg. Ez nem valamelyik országnak a segítsége, hanem más országnak a kötelezéséről szól inkább. A továbbiakban az is, hogy vannak olyan hibák, amiket azt abban tükröződik, hogy a tanács, a belis igazsági tanács megsértette az Európai Unió működéséről szóló szerződés azon cikkeit, mely szerint a bizottság javaslatától csak egy hangúsággal lehetett volna eltérni. Miután tartalmi jogalkotási aktus jött létre, álláspontunk szerint a nemzeti parlamentek vélemés jogát biztosítani kellett volna, ez nem történt meg. A tanács eltért az Európai Parlamenttől történt konzultás szövegtől is. A határozathozatokat nem álltak rendelkezésre nyelvi változatok. Ellentétes az egész határozat az Európai Tanács 2015. június 26-a következtetésekkel, amely csak önkéntes szétosztásról beszélt, önkéntes kvótáról. Ehhez képest a Beres igazsági Tanács június óta, tehát szeptember, annyi váltás nem történt, és érthetetlen az, hogy miért a kötelező kvótarendszert vezetését szorgalmazta. Álláspontunk szerint sérült a jogbiztonság és a normavilágosság elve is, hisz nem határozza meg a határozat a kiválasztás kritériumrendszerét, eljárási, garanciári szabályok hiányoznak belőle. Álláspontunk szerint sérül a szükségesség és az arányosság elve is ami nagyon fontos szempont az Európai Bíróság joggyakorlatában. És végezetül talán tizedik érvként, mert tíz érvet soroltam föl, a tizedik érv pedig az, hogy Magyarország esetében ráadásul nem vették figyelembe az, hogy hány ember nyújtott be, milyen nagy számban nyújtottak be nemzetközi védelemre vonatkozó kérelmet, nem vették figyelembe Magyarország speciális helyzetét, így úgy gondoljuk, hogy ez egy másodlagos kereset, amikor arra vonatkozik, hogy a Magyarország esete eltér a többi országétól. Tíz pontba foglaltuk össze azokat a jogi érveket, amik jogi és eljárásjogi érvek. Mi bízunk abban, hogy a bíróság ezeket az érvrendszereket komolyan fogja megvizsgálni. Ez egy másfél éves per körülbelül, tehát úgy lehet számítani. Nyilvánvalóan a per most kezdődik, tehát azzal, hogy a bíróság regisztrálja a Magyarország keresetét. Ebben az esetben kértük, hogy nagy tanács vizsgálja meg. A nagy tanács azért is fontos, mert nem egy szűk bírói kör fogja megvizsgálni, hanem egy széles, a valamennyi bíró jelen lesz a tárgyaláson. Mi bízunk abban, hogy az érvrendszerünket, amit nagyon részletesen fejtettünk ki egy 25 oldalas keresetben, a bíróság érdemben fogja vizsgálni, és számunkra kedvező döntés fog hozni. Azt gondolom, hogy ezért a kereset után óriási az érdeklődés, hisz a többi tagállam is élénken figyeli, hogy ezzel mi történik, mint jól látjuk. Ez a kvóta rendszer, amit létrehoztak, a gyakorlatban nem működik, alig működik, alig történt meg néhány szét áttelepítés egyik országból a másikba. Szerintem mindenki kivár, és ez a per is az hozzá fog járulni, hogy a többi ország is elgondolkodjon ahhoz, hogy ez a kvóta jó-e, nem csak politikai értelemben, hanem jogi értelemben is. Szeretném említeni, hogy december 14-én Budapestre látogat a lengyel igazságügyi miniszter és belügyi miniszter, velük is ezt a kérdést át fogjuk tekinteni, és úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés napi fog maradni, nem csak ebben, ebben az évben, hiszen már decembert írunk, hanem 2016-ban egészen bizonyos vagyok benne. Köszönöm szépen. Köszönjük miniszter úrnak. Kérdések vajon vannak-e? Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, Várkonyi Gyula, ATV híradó. Három rövid kérdéshez a miniszter urat. Egyrészt a Helsinki Bizottság arról tájékoztatott minket, hogy a kormányzati tájékoztatással szemben nem 160 ezer, hanem mindössze 1300 ember telepítenének be. Ugye ez csak számszaki kérdés, ezt kérem pontosítsuk. A másik úgy tudjuk, hogy még az év vége előtt kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarország ellen a menekültekkel kapcsolatos törvények miatt. És kérem, hogy kommentálja azt, hogy a Schengeni szerződés felülvizsgálat, korlátozására van kilátás a következő napokban. A, amikor, ez, hogy... ez a Schengeni, Schengeni egyezmény, ezt most fel akarják függeszteni, ez hogy értékeli? Köszönöm szépen. A számszerűséget Merke van államtitkár mondja. Tiszteltel köszöntöm Önöket. A kérdéses tanácsi határozat tárgya szerint 120 ezer ember relokációját érinti, egész Európára vonatkozóan, Görögországból és Olaszországból ez az egyik releváns szám, ami Magyarországot, mint potenciális célországot illeti, ott nagyságrendileg 1300 van. De nem csak erről a számról van szó, hanem egy jogi, politikai mechanizmus összes kérdéséről, amit itt át kell tekinteni. Így ez a szám természetesen magasabb is lehet, és ténylegesen a családegyesítéseket is figyelembe kell venni, és ennek megfelelően, tehát több mint 1300 emberről kell beszélnünk ebben a kvóta rendszerben is, mert az adott érintetnek van gyermeke, családja, stb. és így az a több, ez a szám magasabb lehet. Ez egyik. A második kérdésre a válasz az, hogy az európai tehát kötettségszegési eljárás, ha jól értettem a kérdését, ugye itt azt kell tudni, hogy egy pilot eljárás indul egy marginális kérdésről, tehát igazából nem, tart, nem olyan jellegű a megkeresés az Európai Bizottság részéről, amelyek a menekülti válsághelyzettel kapcsolatosan elfogott jogszabályok érdemét és tartalmát érinteni, hanem inkább a Nyelvnek, a, tehát a nyelvhasználattal kapcsolatos kérdéseket vizsgáljuk, erre természetesen a válaszokat meg fogjuk adni, tehát ezt én úgy gondolom, hogy ezt a kérdéskört a magyar kormány megfelelően fogja kezelni. A harmadik kérdéshez a Schengenre vonatkozik, ez kéne szépen Magyarország számára egyik legfontosabb kérdés, hisz Magyarországon azt gondolom, ha a szabad utazáshoz való jog az egy olyan alapjoggá változott, egy kommunista rendszerből való áttétel után, amelyik azt gondolom, hogy mindenki számára a legfontosabb az, hogy valaki a kocsiából el tud menni Brüsszelbe úgy anélkül, hogy hogy igazából kontrollál vennék, tehát a hogy útlevelét elkérnék, azt gondolom, hogy az Európai Uniónak egyik gyönyörű köve. Tehát Hogyha ezt a dolgot megszüntetik és vissza kell állítani, egy mini Schengen rendszer jönne létre, az azt gondolom egész közép-kelet-európa számára egy rendkívül rossz üzenetet jelentene. Tehát Magyarország a többi környező országgal volt úgynevezett kommunista országok, szocialista országokkal együttműködésben, őrzője a Schengeni együttműködésnek. Ezért is mondjuk az, hogy a Schengeni határőrizet rendkívül fontos, és Magyarország mindvégig ezt komolyan vette. Bősze ők az m A miniszter úr azt mondta, hogy más országok is érdeklődnek. Mit lehet tudni, kik ezek az országok, és egyáltalán várható-e még, hogy más országok is benyújtanak hasonló keresetet? Másrészt pedig, hogy ennek az egész eljárásnak mik a következő lépései, vagy, vagy hogy fog ez kinézni, és egyáltalán mi lehet a végkimenetel ennek az egész bíróságnak? Nyilvánvalóan, mint igazságügyi miniszter, és mint európai ügyekért felelős államtitkár Merke Barna, mi azért rendszeres kapcsolatban vagyunk a különböző igazságügyminisztériumokkal, és azt is hozzá kell tenni, hogy felelős vezetőink is, tehát maga a miniszterelnök és a miniszterelnök vezető miniszter úr, belügyminiszter úr európai szintére rendszeres találkozókat tart. Mindenki rákérdez arra, hogy mi is a jogi érv. A jogi érvrendszeret elkészítettük. A jogi érvrendszerről most ez magyar nyelven készült a kereset, egy angol nyelvű változat is el fog ebből készülni. Azt el tudom mondani, hogy nem véletlen talán az, hogy a lengyel igazságügyminiszter és a lengyel belügyminiszter december 14-én Magyarországra látogat. Azt gondolom, hogy kialakult egy elég szoros együttműködés az új lengyel kormányjal, és hogy bízunk abban, hogy a lengyel kormány részéről döntés, pozitív döntés fog születni a beavatkozás tárgyát illetően. Természetesen kapcsolatban állunk a többi országgal is, és nem csak Magyarország és Szlovákia az, amelyik nemmel szavazott, hanem Csehország is nemmel szavazott, Románia is nemmel szavazott, Finnország tehát vannak országok, amelyek szintén érdeklődést mutatnak, plusz ne felejtsük Szlovéniát, amit azóta szintén ugye, az Abadényván a célkeresztbe került, és Horvátország is. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy olyan ügy, ami hosszabb ideig fog eltartani. Tehát az, hogy ki mikor dönt a beavatkozásról, ennek nem tudom megmondani, hisz minden ország saját maga hozza meg a döntését. Magyarország természetesen ugye, a fel felvilágosítást meg fogja adni minden egyes ország kormánya számára. Hírtelevízió. Köszönöm szépen, Tárkányi Zsolt vagyok a Hírtelevíziótól. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetről ezzel a kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ugye a törvényben meghatározott feltételek jó része így nem áll fenn. Nem kell -e a jogszabályokat módosítani, vagy pedig nem kellene a, a, azokra a megyékre, ahova ki van terjesztve ez a válsághelyzet, feloldani azt? Nyilván ez a kormány döntést érint, a kormány minden egyes alkalommal lesz a kérdés megvizsgálja. Jelenleg még úgy tűnik számunkra, hogy a, a, a feszültség azért még nem oldódott teljes mértékben, hiszen ha megnézzük a csak a hirtévi tudósítáiból is, tudósításaiból is, hogy mi történik a Macedon határnál, Görög-Macedon határnál, akkor úgy gondoljuk, hogy még ez a veszély teljesen nem múlt el. Természetesen a jogszabálynak megfelelően azonban a kormány megvizsgálja, és a megszükséges döntéseket meg fogja hozni. További kérdés esetleg? Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönjük a sajtó elét, miniszter úrnak, államtitkár úrnak a tájékoztatást, további szép napot, illetve hogyha lesz, akkor kellemes hétvégét kívánunk. Köszönjük, köszönjük szépen, szépen.